Végre itt vagyok. Sziasztok, én Csenge vagyok, és nagyon vártam már ezt a videót, hogy elkészíthessem nektek. Hatalmas leárazások voltak a turkálókban, és emiatt nagyon sok ruhát sikerült beszereznem. Tényleg volt, hogy napi szinten visszamentem egy-egy turkálóba, mert folyamatosan tették ki a ruhákat, és hát le akartam csapni az összes jó darabra, úgyhogy most egy ilyen nagy haul videót fogtok látni, hogy milyen darabokat szereztem be a turkálóból, szóval nem elég, hogy alapból olcsó maga a turkáló, még plusz 50% is lejött a dolgokról, szóval van olyan ruha, amit 85 forintért tudtam megvásárolni így. De nem is húzom tovább a szót, mert tényleg sok ruhát szeretnék nektek megmutatni, esetleg fel is próbálni. Szerintem az összeset, ha nem is az összeset, majdnem az összeset fel fogom próbálni, és majd ide bevágom ilyen kis videóba nektek. Melyikkel kezdjem? Jó, legyen ez, ami egy nagyon extra kis darab, és kicsit a komfortzónámon kívül áll, de nagyon jó döntést hoztam, amikor ezt megvettem, ugyanis a nyár végén nagyon sokat volt rajtam. Tehát ez egy ilyen, mindjárt eszembe jut milyen, szatén anyagú kis felső, és így van egyébként a nyakban ez a része. A márkája amúgy Florence plus Fred, tehát ez valami designer márka lehet, vagy valami kis ruhamárka, nem tudom. És azt hiszem, hogy S-es a mérete, de nincs is meg, de lehet, hogy oversized, nem tudom, mert nincs méret megadva. Az alja az, ami egyedül nem tetszik, mert ilyen kis fura húzott alja van, de amúgy is ezt betűrve hordtam, és fogom hordani majd jövőre is, úgyhogy ezzel igazából nincsen semmi baj, a színe is nagyon tetszik, szóval igen. A következő darab is egy extra darab lesz, igazából tényleg nagyon jó darabokat sikerült beszereznem, szóval ez lenne, ez a Marks & Spencer márkájú kis farmer szoknya, és igen, ez a része írtóaranyos, nagyon tetszik, nagyon feldobja, pluszban még ez a különböző színű farmer anyag is, hogy az eleje, hátulja, ilyen, ez nagyon tetszik, és oldal cipzáros, a mérete is tökéletes, amúgy ez egy 34-es, egy XS-es szoknya, és majd látjátok itt felhúzva, most én egy ilyen piros felsővel passzintottam össze ezt a kis szoknyát, de most már máshol is el tudom képzelni, és mutatom is akkor azt a felsőt, amit ehhez húztam fel a kis videóba, az pedig ez lenne. Ez egy crop top, és hát ilyen ejtett vállas megoldásként lehet ezt felhúzni, és ez nagyon tetszik benne. A márkája amúgy Primark, és ez 32-es, akkor XXS-es méret, de mivel ilyen tök ruganyos, és annyira nem is ruganyos, na mindegy, szóval ez jó rám. Nem is minden esetben van ki belőle a hasam, szóval ez is tetszik benne, meg a színe is, ami inkább egy ilyen sötét narancssárga, vagy narancsos, pirosas szín. Hát ezt is most már nem fogom felhúzni, majd jövő nyárra. Jó lesz. Majdnem elfelejtettem, hogy ami rajtam van, azt is meg akartam mutatni, mert ezt még nem is mutattam meg videóba, és ez is egy mostani szerzemény, és ezt nem a nyár végi leárazásokon, hanem még előtte vásároltam. Igen. De annyira tetszik, és annyira tökéletes ez a fehér ing, és ennek most nem tudom a márkáját, de majd kiírom ide, úgy... Igen. Hát nem is tudom elmondani, ezt lehet hordani, ja nem, ruhaként nem lehet hordani, mert rövid, de hogyha egy rövid nadrágot alá felveszek, akkor szinte az alig látszik, és akkor olyan, mint egy ruha, de közben meg mégsem. Nagyon tetszik, és ilyeneket kerestem, és nagyon örültem neki. Én egyébként övvel is húzható, de nekem kifejezetten tetszik, hogy ilyen oversized. Majd, ha hűvösebb van, akkor egy bőrcsekivel, nagyon várom, ezt össze is fel fogom tudni húzni.
akkor több spagetti pántos kis topot is beszereztem. Többek között ezt az egyszerű, basic, fekete spagetti pántos topot, ami semmi különleges, mert atmoszférmárkás, XS-es méret, igazából csak azon lepődtem meg, hogy tökéletes az állapota, és tökéletesen így passzol rám, és nekem, nem is tudom, talán 13 éves koromban volt utoljára olyan trikóm, ami ilyen, hogy is kell mutatni? Nem tudom, hogy kell mutatni. Ja, így! Szóval, hogy pöpec volt rám, és most ez is ilyen. Én azért örültem most ennek az ilyen egyszerű kis basic felsőnek. A másik az nem annyira basic, és ez egy ruha, de ugyanúgy spagetti pántos, és ilyen teljesen ki fog égni, ugyanis ez egy neon zöld színű kis top, és ez ruha, szóval egy ilyen nagyon midi, egy ilyen nagyon mini ruha, és igazából ez szerintem itt fürdőruha fölé fogom tudni felhúzni, mert van egy hasonló neon zöldes fürdőrucim. Sokszor nem tudom, hogy mit húzzak felé, hogyha fölé. Miért felét mondok? Szóval mit húzzak fölé, hogy ne üssön el a fürdőruhám az öltözékemtől, vagy az öltözékem a fürdőruhától. Szóval ezt főleg ezért is vettem meg, meg azért is vettem meg, mert érzem itt belül, hogy megmondták is nekem, hogy vissza fog jönni divatba a neon szín, és megmondom őszintén, én most nagyon várom. Több éven keresztül egyáltalán nem volt kedvem a neonhoz, és kirázott tőle a hideg. Még a neon narancssárga cipőmet is eltettem több éven keresztül, és egyáltalán nem hordtam. És most volt rá példa, hogy újra elővettem. A következő az egy szintén egy trikó, ami így néz ki. Nagyon tetszik benne, hogy extrán hosszú. A mintája miatt nekem ez ilyen nagyon nyárias, ilyen tengerész mintás. Ez miatt szerintem, hogy nyáron fogom hordani, de amúgy kifejezetten jó lesz pulcsik alá, ugye trikóként. A következő spagetti pántos kis ruha, vagy igen, ez egy sportruha. A márkája az a, mi ez az üzlet, mindjárt mondom, Decathlonos márkás, és az a jó benne, hogy itt a mell részénél van benne egy ilyen plusz rész, ami így megfog, és így összetartja a mellet. És az mondjuk nem annyira tetszik benne, hogy amúgy rövid, és mondjuk alá kell valami kis rövid sportnadrágot felvenni, hogyha tényleg az ember sportolni akar benne. De tényleg szerintem, hogyha majd elkezdek teniszezni, akkor ez tök jó lesz, meg amúgy szoktam tollashozni, bár tollashoz nem szoktam ilyen így kiöltözni, vagy értitek, amiben vagyok éppen, abba tollashozok, de majd azért fogom használni, szóval ez úgy tűnik, hogy olyan haszontalan dolog lenne, de azért annyira nem haszontalan dolog. Ezt is megmutattam, amit ott gyorsan haladok. Következő, az is egy spagetti pántos kis top, ami szintén a nyár végén nagyon sokat volt rajtam, mert nagyon tetszett benne, hogy egy pán nélküli melltartóval tudtam hordani. Viszonylag nyitott a háta is, és az eleje is, ilyen kis laza. Ja, és amúgy ezek a kis fodrok itt a mell részénél annyira aranyossá teszik, hogy ebben nagyon jól éreztem magam, amikor rajtam volt. Igazából ennyi. Ja, hogy mi a márkája, azt mindjárt itt meglesem nektek. Ki lett belőle vágva a címke, úgyhogy fogalmam sincsen. Igen. Következő ruha, ami már a videó elején említettem, hogy volt egy ruha, amit 85 forintért sikerült vásárolnom. Ez az egyetlen, amire emlékszem, hogy mennyi volt, mert amikor ezt vettem, akkor csak ezt vettem, és akkor ugye tudtam, hogy ez 85 forintba került. Szóval egy ilyen... milyen mintás ez? Nem tudom, nem akarok beégni. Szóval valamilyen macska mintás, vadmacska mintás kis
rövid ruha, és az miatt, mivel elég rövid, ezért csak valószínűleg itthon fogom hordani, de hát milyen menő már egy ilyen itthoni ruha? Tök jó. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ezt a ruhát majd valahogy ősziesítem, mert amúgy a színe az nekem tök őszies. Lehet, hogy majd valahogy így hozzápasszintom valami bőrcsizmához, bőrkabihoz, meg alá kéne valamit húzni. De még nem jöttem rá, hogy mivel lehetne felvenni. Na majd. Ennek a márkája is River Island, és amúgy MS méretű. Jó, a következő legyen ismét egy szoknya, amit itt begombolom, mert így hülyén néz ki. Tehát a következő az ismét egy fekete farmer szoknya lenne, és bocsánat, most lehet, hogy kicsit ki fogok égni, de inkább így megmutatom nektek. Ilyen. A márkája ennek Denim Co. Remélem jól ejtem. Kicsit meglepődtem rajta, mert 11-12 évesek való ez a szoknya 152 cm-re, én 170 centi vagyok, de szerintem ez a szoknya még lehet egy kicsit nagy is rám. Nem tudom, hogy most ez milyen méretezés akar lenni. Nem igazán hordtam még ezt a szoknyát, de most, hogy jön az ősz, szerintem egy bakancsal el tudom képzelni. Valahogy így nyárra annyira nem, a fekete farmer az úgy nekem, vagy farmer szoknya az úgy nem, de szerintem ezt is ősziesíteni fogom a ruhatáramba, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan fogom ezt fel tudni venni ősszel. Hogyan fogom tudni felvenni ezt ősszel. A következő az egy ilyen kis top lenne, crop top, nem is tudom. A szín összeállítása az, ami kicsit ilyen szokatlan, ugyanis lila, zöld, bordó, vagy pirosas színek vannak benne, ami így első hallása nem igazán illenek össze. Mégis valahogy így felhúzom ezt a felsőt, és olyan jó. és többen már megdicsérték ezt a felsőt. Egyébként a márkája valami Generation, ja, New Look márkás, de ez egy ilyen children-es gyerekkollekcióból van. Nem tudok beszélni most se. Ismét találtam egy nagyon nyárias kis felsőt, ami egy ilyen narancssárga, ez is kicsit ki fog érni, pedig nem, mi az, nem neon narancssárga, csak ilyen nagyon intenzív, szép színe van, mély narancssárga. Ami tetszik benne, hogy nagyon kis rugalmas, szintén ilyen válra ejtős, vagy hogy mondják ezt, szóval, hogy így a vállon így ez így leesik ez a része, de talán ezt lehet hordani másképp is, mert engedi úgy az anyag, és nem annyira rövid, az is tetszik benne. Amúgy a márkája szintén Denim Co. és 34-es XS-es méretű. A következő egy crop top, amiben tényleg szerelmes vagyok, ha szabad ilyet mondani, de igazából az összes ruha most olyan, hogy nagyon-nagyon tetszik. Tehát ez egy egyszerű Primarkos kis crop top, amúgy XXX, vagy hogy 2XS-es, ami nagyon aranyos benne, az ez a kis szemecske, vagy mi az, két pilla itt a mellrészénél. Ez is már többször volt rajtam, mindig megkérdezték, hogy honnan van, szóval ez tök jól esik. Meg valaki azt hitte, hogy pizsama kövike. Igen, ez egy pánt nélküli felső, sima fekete és ruganyos. Ezt az előző videóban se tudtam, hogy mi ez. Yes. Ilyen rugalmas, minek hívják ezt? Mindegy, tudjátok szerintem. Erről aztán mit mondjak el, tényleg ez egy nagyon egyszerű Topshop márkás kis SS méretű felső, és nem igen van nekem ilyen pánt nélküli felsőm, és ebben az évben nagyon megszerettem őket. A következő két darab az nagyon fog hasonlítani egymásra. Két külön vásárlás alkalmával vettem őket, és mindkettőt úgy így megláttam, és így rögtön belehajítottam a kosaramba, mert
annyira tetszett, és utólag, mikor hazahoztam őket, akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy ugye nem kettő ugyanolyan ruhát vagy felsőt vettem, mert így az emlékezetemben élt, hogy ez egy nagyon hasonló ruha, felső, és ez is egy nagyon hasonló, és ugye nem a kettő ugyanolyan. De aztán így rájöttem, hogy nem ugyanolyanok, de nagyon hasonlítanak egymásra. Ez miatt nagyon várom már a következő évi nyarat, hogy tudjam őket hordani, ugyanis egész nyáron ilyen ruhákat, meg nyár elején ilyen ruhákat, felsőket vadáztam, és nem igazán találtam. Szóval ez egy fehér, csipkés, kis, pántos felső, aminek tényleg az eleje, a csipke mintája nagyon szép, és én most nem látom, hogy ez ki van-e égve a videóban, de majd fel fogom húzni, és akkor közelebbről megmutatom. Egyébként ennek a márkája Next, szóval semmi extra, de mégis nagyon szép. És a következő is egy ilyen csipkés, pántos kis felső. Ez talán jobban tetszik, mint az előző, és azért, mert hiába mondjuk egy ilyen lengébb darab, itt a hátulján van egy fűző, amit meg lehet húzni, tehát így be lehet húzni, és magadra lehet tényleg alakítani ezt a felsőt, plusz az alja ilyen kis rojtos, ami nagyon aranyos szerintem. Egyedül a gombok nem annyira tetszenek rajta, de hát azokat simán le tudom cserélni, mert amúgy is terveztem egy ilyen gombcserélős délutáni elfoglaltságot, ahol megnézem a ruháimat, hogy mik azok a ruhák, amikre nem illenek az adott gombok, és esetleg ezzel így fel tudnám őket dobni, vagy teljesen így átalakítani. Ez nálam most nem volt gond, igen. És az utolsó darabhoz érkeztem, ami szintén egy ilyen extra, hát igen, ezt már összetaláltam meg a Turiban. Ja, erről beszélek. Ez egy a Farmer kantáros rövidnaci. Igen. Nem is tudjátok, milyen régóta keresek ilyen nadrágot, és tök véletlen találtam meg a Hádában, és nem is került sokba. Kicsit szomorú voltam, hogy így tényleg így összebukkantam rá, mert nagyon hordtam volna már idén-nyáron is, de azt találtam ki, hogy ősziesítem, és ősszel is fogom hordani, amíg jó idő van, alá ugye hosszú ujjú felsővel és harisnyával, úgyhogy most ezt nagyon ki fogom használni, amíg jó idő van. Ide majd bevágok több kis videót, mert amúgy TikTokra készítettem ezzel egy videót, ahol többféle szettet rakok össze ennek a felhasználásával, úgyhogy ha érdekelt titeket, akkor kövessetek be TikTokon, mert amúgy oda most sok ilyen kis turis videóval érkezem, meg tervezek a jövőben is. Ja. Ami most annyira nem is ment el a hangom. Igen. Ismertető jegyem, 20 percnél tovább beszélek összefüggésben, akkor elmegy a hangom. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek. Írjátok meg kommentbe, hogy nektek melyik ruha darab tetszett a legjobban, és melyiket hordanátok amúgy ti is. Illetve azt is írjátok meg, hogy ti melyik turkálóban szoktok vásárolni. Tervezek elmenni több városba és megnézni az ottani turkálókat, úgyhogy írjátok meg, hogy ti hol szoktatok vásárolni, és melyik a kedvenc turkálótok, hogyha van ilyen, és szabad tudni. További szép napot nektek, hetet nektek, sziasztok!